Külsőleg és belsőleg is megújult a Mini Manu óvoda Tiszavasváriban. Az intézmény épületének felújítására több mint 4,5 milliárd forint támogatást kapott a város. Az elmúlt időszakban a karbantartási munkákon kívül, tehát az elmúlt években a karbantartási munkákon kívül komoly felújítások nem történtek. 1986-ban épült ez az óvoda, és az akkori korszínvonalnak természetesen megfelel, de az elmúlt évtizedek alatt tönkrement, elhasználódott, és már nem igazán kellemes és jó körülmények között voltak itt a gyerekek. Ezért fontos számunkra hogy modernizálva legyenek intézményeink, biztos körülmények között dolgozhassanak az óvodapedagógusok, és a gyerekek élhessék mindennapjaikat. Országos énekversenyen ért el első helyezés korcsoportjában a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulója Velecki Ramóna. Az intézményből egy másik növendék, Nagy Laura Erika is a döntőbe jutott. A 6. alkalommal megrendezett országos Gregor József énekversenyen idén közel 90-en indultak. A hosszú távú szeretnék mindenféleképpen operaházban énekelni, és a rövid távú szeretnék bekerülni egy magas szintű egyetemre, és szeretném, hogyha minél több ismert és elismert embert ismerhetnék meg a szakmában, és szeretnék minden nagyobb és nagyobb emberektől tanulni. December közepe óta újra forgalomkorlátozás nélkül halad a forgalom a Tiszahídon Tokajnál. Egy több mint 1,5 milliárd forintos beruházás eredményeképp a megújult hídon a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átvezetését is megoldották. Már előkészítés alatt van egy új híd megépítése is annak érdekében, hogy elválasszák egymástól a személy és a teherforgalmat. Ez a 1,5 év, ez nagyon sok olyan problémát és olyan korlátozással járt, ami azt gondolom, hogy számomra is ezt megélni, úgy, mint bennülve autóba várakozni, ez egy nagy kihívás volt, és azt kell mondjam, hogy tényleg egy nagyon boldog nap, és ez egy nagyon szép karácsony ajándék a tokaiaknak, és itt szeretném megköszönni a türelmüket, akik nagyon türelmesek voltak ebben a 1,5 évben, és büszke vagyok a tokaiakra, hogy ezt ilyen jól tűrték. Átadták Magyarország első honvédelmi sportközpontját Újfehértón. A csaknem 1000 négyzetméteres komplexumban lehetőség lesz sportlövészetre, valamint több küzdősport, a vívás és egyes technikai sportok kipróbálására térségben élő fiatalok számára. Arról szól, hogy minden megyében, aztán később minden járásban legyenek honvédelmi sportközpontok, ahol a fiataljaink egyfajta olyan többlet képességekre tudnak szert tenni, amely a honvédséghez, a katonai sportokhoz közel áll, a sportlövészet, ebben elsőrendű küzdősportok és a különböző technikai sportok. Nyilván a helyi igények figyelembevételével történik mindez, és a Honvédelmi Sportszövetség, amely szintén még annak idején létrehoztunk, az üzemeltetője és a működtetője lesz majd ezeknek a létesítményeknek, és bízom benne, hogy nagyon sok versenyt tudunk majd szervezni, akár sportlövészetben, de akár küzdősportokban is, és ez az utánpótlás nevelést is segíti, tehát a sportlövészetben is, öttusában, akár a judóban, birkózásban és bármilyen más küzdősportban is helyi értékeket tud felfedezni és fölkarolni ez az intézmény hálózat. Az újfehértói központ csak nem 900 millió forintból épült fel, amelyet a Honvédelmi Sportszövetség üzemeltet a jövőben. Ez az első komplexum, hasonló épül még Baján, Balassagyarmaton, Szarvason és Szigetváron.